Sziasztok, Vivi vagyok, és épp a Sárospataki Rákóczi várban járok. Az előző epizódokban már láthattátok, hogy szeretjük felfedezni a szebbnél szebb helyeket e-bike-on is. Ha már egy várban járok, akkor kell egy paripa is. Ez megfelel. Tökéletes lesz. Bemutatom nektek Tamást, aki nem csak a bicajt hozta nekem, de egyben ő lesz a mai napon a túravezetőm is. Tamás, mesélj nekem, merre fogunk elindulni, és miket fogunk egyáltalán látni. Vártól várig. A Sárospataki Rákóczi várból indulunk, most az udvarán állunk, és a Fűzéri vár a végcél. Azt láttam, hogy elég dimbes, dombos a környék. Szerencsé, hogy e-bike-kal megyünk, mert megkönnyíti a dolgomat. Különben nem bírnám szusszal valószínűleg. Nagyon kíváncsi leszek, hogy miket fogunk látni. Induljunk! Induljunk! Ezért magától váltogatja amúgy a módokat, hogy turbó, meg sport? Nem, te állítod. Én állítom. Hol vagyunk most, Tamás? A Fűzérradványi Károlyi kastélynek a parkjába, az udvarába, amit ez a gyönyörű park, több tízhektáros park vesz körül. Mögöttünk egy halastó található, és körbeveszi ezt a kastélyt, ez a hatalmas park. El tudnám viselni ezt a látványt minden reggel, hogyha itt szürcsölném a kávémat. Egyszerűen gyönyörű ez a kert. Az biztos. Bár nem tudom ezt a rengeteg szobát mire használnám, de hatalmas ez a kastély. És mi lesz a következő állomás? Sokat fogunk még tekerni, vagy fél úton már járunk? Körülbelül fél úton járunk. Most a következő célpont az a Kőkapui vadászkastély, majd Fűzér a végcél. Szuper. Szerintem indulhatunk is, elég volt annyi pihenés. Nem bírod még? Hát már nem egyszerű, hanem e-bike van alatt, amit biztosan nem jövök föl. Abban biztos, hogy ez az emelkedő, de Kőkapu nagyon szép volt, biztos, hogy vissza fogok még térni csónakázni a tóra. Hát az nem volt könnyű, Tamás. Tudod, hogy mi a szerencse, hogy lefelé nem kell tekerni. Igen, én már próbáltam fölfelé hagyományos biciklivel. Tényleg? Igen, de nem tudtam végigjönni. Azt elhízem. És mennyit jöttünk egyébként így egész nap? Sárospataki vártól a Fűzéri várig 40 km, de mivel mi tettünk egy-két kitérőt, így közel 50 km-t bicajoztunk. Azta. Hát megdöntöttem a saját rekordomat, mondjuk ezért a látványért megérte. Mit lehet tudni a várról? Hogy lehet egyáltalán feljutni? Ha fölnézel a kopár részre, akkor egy gyalogösvényt látsz, és ott ilyen fakorlát szegélyezi. Uh-huh. Csak ott lehet följutni a várba, ahogy az évszázadok során mindig is, tehát semmilyen járművel, legfeljebb állatérővel lehetett fölmenni. Akkor ez még egy ilyen keményebb edzés, bizony. Így a végére. Hát figyelj, ezt az egész napot imádtam úgy, ahogy volt. Nem is tudom, hogy melyik helyszín volt a kedvencem, talán Kőkapu, de azért ez a látvány is felveszi a versenyt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mai napon. Tényleg egy hatalmas élmény volt. Ti pedig ne felejtsetek el feliratkozni hasonló tartalmakért az Aktív Magyarország csatornájára. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!